áldjátok útfejek urát, áldjátok tengerek és folyóvizek urát, áldjátok cethalak és mindenek, kik mozognak vizekben urát. Nyisd meg, Uram, nyisd meg mennyeknek kapuját, hogy dicsérhessük meg áldott szent nevedet. S a mennyei harang mind húzódnak, szólnak, s a mennyei gyertya mind gyújtódnak, gyúlnak. Madarak repdesnek, angyalok kerülnek, s be vannak kerítve gyémánttal s ezüsttel. Égen menő szép madár, de nem madár, szárnyas angyal, szárnya alatt szent oltár, szent oltárban igaz hitben boldog asszony. Kerek égen járok, szép ragyogó csillag. Kelj föl, Úristen, tégy világosságot, tégy igazságot, égi hangosságot. Paradicsomba csöndítenek, ott angyalok tündöklenek. Felkelék, felkelék, szép piros hajnalba, nyitva látom, nyitva mennyország ajtóját. Azon belül vala egy ringó bölcső, abban fekszik vala világ Úr Jézus. Ha kimegyek ajtóm elejbe, föltekintek a magas mennyekbe, ott látok egy aranyos templomot, kívül aranyos, belül irgalmas. Fehér rózsa Mária gyöngyel gyökerezik, virággal virágzik. A mi házunk négy szöglete, négy szép őrző angyal őrizzetek, szép kerekek forogjatok, szép csillagok csillámlatok. Én ágyamba lefekszek, én semmitől nem félek. Három őriz engemet, az biztatja lelkemet. Az atyának szerelme, a fiának kegyelme, a szent lélek ereje. Derűs jó estét kívánunk, milyen tisztelt hölgyeim, milyen tisztelt uraim, milyen tisztelt vendégeink. Köszönjük szépen, hogy elfogadták hívószavunkat. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk ismét a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának 2021. évi őszi irodalmi gáláján. Kérem, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem az est valamennyi közreműködőjét, az írókat, költőket, színművészeket, zenészeket, Covidon innen, Covidon túl. És kérem, engedjék meg, hogy hálás legyek az irodalmi tagozatnak, hiszen 2006 óta várok arra a pillanatra, hogy egykori kolléganőmmel, Tóth Zsófiával együtt állhassak színpadon. Ez ma este megadatott. Köszönet érte.
Kedves vendégeink, korábbi irodalmi gálaestjeinkhez hasonlóan ma is vers és próza összeállításokat és szép zeneszámokat hallhat kedves közönségünk. Műsorunkat kerek jubileumukat idén ünneplő kortárs magyar alkotók műveiből állítottuk össze. Köztük találhatók a Magyar Művészeti Akadémia egykori és mai tagjai, valamint más neves jubilálók, akiknek az életművére szintén szeretnénk felhívni a figyelmet. Sőt, műsorunkat az idén centenáriumát ünneplő rendkívüli életművet hátrahagyó Kossuth Díjas néprajztudós, az archaikus magyar nép imádságok fáradhatatlan gyűjtője, kutatója és közreadója, Erdélyi Zsuzsanna emlékezetének ébresztésével kezdjük. A vetítő vászlón ebből az alkalommal láthattunk imént Keresztes Dóra, Ferenczi Noémi díjas grafikus, animációs filmrendező filmjét, amely az Erdélyi Zsuzsanna által gyűjtött archaikus népi imádságok világát idézte meg. Bálint Sándor, Erdélyi Zsuzsanna és más jeles folklór kutatók a 20. század közepén gyűjtötték össze a kora középkori magyar népköltészet egyik páratlan, a falusi közösségek körében máig megőrzött értékét, az archaikus népi imákat. A Kárpát-medence egész területén, sőt, még azon kívül, a moldvai csángó magyarok körében is felelhető ez a szakrális szöveghagyomány. Ősiségét, keresztény magyar kultúránk mélyén gyökerező voltát, az is mutatja, hogy a paraszti adatközlők mindenütt szinte azonos szöveggel mondták és adták tovább leszármazottaiknak ezeket a gyönyörű imádságokat. A magyar szöveghagyomány páratlanul gazdag, változatos tartományának megismerését tette lehetővé az archaikus népi imák felfedezése és lejegyzése. Szövegük megőrizte a régi magyar nyelv szépségét és népköltészetünknek azt a rétegét, amely épp úgy kötődik ősi mitológiánkhoz, mint keresztény hitünk motívumaihoz. Körünkben köszönhetjük most Erdélyi Zsuzsanna lányát is, Dobozi Zsófiát, akinek egy virágcsokorral szeretnénk megköszönni, hogy jelenlétével megtisztelte a mai gálaestet. Javaslom önöknek nagy tisztelettel, hogy ismerkedjünk meg Erdélyi Zsuzsannával, életútjának állomásaival, a Kockás füzet című könyve segítségével, amelyből Császár Angela, Jászai Mari díjas, kiváló és érdemes művész, és Bálint Márta, Kossuth díjas színművész idéz fel néhány részletet. Utána Kubik Anna, Kossuth díjas színművész előadásában a Krónikás öregeink című írás következik. Végül a Hegyet hágék, lőtőt lépék, archaikus népi imádságok című, először 1974-ben megjelent legendás gyűjtemény előszavából Bálint Márta és Kubik Anna előadásában hallunk részletet. Jó magam, családommal, tudós elődeimmel, nagyapám Erdélyi János irodalmár volt, s az első, aki komolyan foglalkozott a népköltészettel, a nem kívánatos polgári osztályhoz tartoztam. Keresztény erkölcsi renddel, nemzeti érzéssel, tudásigényű neveléssel. Nyelvtudásom és akkor már külügyi ösztöndíjam alapján 1945-ben külügyi szolgálatba léptem. Az új világban nőként elsőnek. A számomra csodálatos pálya hirtelen megszakadt. 1948-ban a nagy tisztogatás nyomán engem is kitettek. A házasság, a gyerekek születése egy időre megnyugvást és menedéket jelentett, amire ugyancsak szükségem volt. 1951-ben orvos, kardiológus uramat is menesztették klinikai állásából. Helyzetünk kilátástalanná vált. E kritikus időben ajánlott be engem Laci bácsi, Lajta László, a Népművészeti Intézetbe Muharai Elemér osztályára. Itt az apró gyerekek miatt csak külsős lehettem, azaz itthon dolgozhattam. Két éves bejáratás után, akár tanuló időszaknak is nevezhetném, bevett gyűjtőcsoportjába szövegesnek, szakszerűen textológusnak, amelyre filozófiai végzettségem és zenei tanulmányaim alapján alkalmasnak tartott. Abban az időben még nem gyűjtöttek magnóval, így nekem kellett jegyzetelni, mindent leírni, ami nem zene. Énekszövegek, járulékos szokások,
szociográfiai adatok. Ezt egészítették ki történeti könyvtári kutatások. 1953. márciusától 1963. februárjáig, haláláig voltam a szűk gyűjtőstáb tagja. Ebben a korban fölgyorsulva tűnt el a hagyományos paraszti kultúra. A helyébe türemkedő hibrid nem tesz boldoggá minket, néprajzosokat. El sem tudom képzelni, hogy a jövő század közepén a kutatók mit gyűjthetnek. A századvég faluja veti le régi ruháit, de az újakat még nem szabta ki. Keresi a testhez állót, miközben keresi önmagát is. Nem könnyíti meg ösztönei jelzéseit sem a politika, sem a sajtó. A mindenhova behatoló, erőszakos médiumok révén belső hangja tompult, látása megzavarodott, agya szétcincálódott. Nem csak a falu népe, hanem az egész ország támolyog, skába a sok történéstől, a minden irányból érkező értelmi, érzelmi ráhatásoktól. Régi értékrendjéből kilépőben van, kapkod fogódzója után, amit eddig a keresztény eszmeiség adott neki. A vallásos emberek érezhetik csak szilárd talajon magukat. Lehetnek ugyan gondterheltek, mégis optimisták. Én is az vagyok. Kilábalhatunk ebből a kaotikus helyzetből, de csak akkor, ha követni tudjuk az erkölcs és a szeretet szavát. És hogy fél évszázad múlva a jövő néprajzosai mit találnak, nehéz erre válaszolni. Nem tudom, hogy a 8-10 éves falusi gyerekek visznek-e magukkal olyat, amit egy életen át őriznek majd, és egy egykori gyűjtőnek átadnak. Talán azt, hogy milyen volt a Dallas sorozat cukrozott világa, vagy valamelyik horrorfilm szörnyfigurája. Nem valószínű, hogy Szent László mondabéli alakja jutna eszükbe, vagy Mátyásról, az igazságosról mesélnének, esetleg a nagyságos fejedelem rodostóbéli magánya búsítaná őket, miközben kurucnótákat énekelnek a mikrofonba, miképpen ezt a mai öregeknél gyakorta tapasztaljuk. Krónikás öregeink egyike, a 98 éves Babos Jánosné, a Somogy megyei Nagyberényben, közel százesztendős időcsúcsa tetején föllobogó jelző tűzként villantotta fel előttem 1968. december 17-én ezt az eddig ismeretlen, hatalmas vallásos néphagyomány anyagot, amely ma már a népköltészet új műfaja, az archaikus népi imádságok jelenleg több ezres összessége. Ez az egész magyar nyelvterületről beözönlő ősi népi imaköltészet, mely a közösségi emlékezés mély rétegeiből tör fel, azt mutatja, hogy a nem létezőnek, jobbik esetben elveszettnek tekintett, középkori vallásos líra emlékei kerülnek felszínre. Hol eredeti szövegkapcsolásukban, hol meg szétesett, roncsolt formában, szómondat törmelékekben. Bárhogyan is hagyományozta a szóbeli örökítés ezeket a témájuk folytán érthetően ima funkcióban fennmaradt imákat, egykori, középkori irodalmi valóságra utalnak. Virágzó himnusz és énekköltészetre. A Mária síralom, a liturgikus színjáték elterjedéséről, különböző epikus hagyományokról szólnak. Ugyanis ezek a sokszor még pogány szellemiséget árasztó imaversek jobbára a későbbi századok irodalmi és liturgikus szöveganyagában gyökereznek. Ez a rímes, rímtelen, kötetlen szótag számú, különös ritmusú, szinte zsolozsmázva recitáló líra a népi kultúrának nem csak a keresztény középkorhoz, hanem a távoli múlthoz is egyaránt tapadó rétege. Éppen úgy hírt ad nomád őseink hit hiedelem képzeteiről,
mint ahogy Vall a nyugati világhoz csatlakozó magyarság egyház közvetítette szemlélet és tudatvilágáról, de Vall népi kultúránk európai összetevőiről is. Ha Babos Jánosné nincs, ez az írás sincs. Ami mögötte értékben, anyagban, emberi tartásban mutatkozik, az sincs. Ezért akarunk megemlékezni róla, róluk, kik 80-90 esztendős idő csúcsuk tetején nagy magasságból és nagy távolságra nézhetnek ki. Szétnézhetnek és visszanézhetnek. Követhetik régiséges öregeik sorát, a bizodalmas vénekét, kik előttük éltek és szerettek. Akit, amit szerettek, ahhoz ragaszkodtak. Mert a szeretet biztonságot és fényt ad, és abból nekik kevés volt. De az élet félelmet is ad, és abból nekik sok volt. Menekültek a rettegéstől, föloldani, felejteni akarták. Ha önerőből nem telt, felső erővel. Mert felső erő bőven volt, valódi és képzelt. Megfogható és megfoghatatlan. Nekik a megfoghatatlan tűnt valódinak, mert azt érezték maguk mellett. Ezért hozzáfordultak. Ahó kell ragaszkodni, ahonnan a segítséget várod. És ahó ragaszkodtak, mert hozzá különben is könnyen eljuthattak. Instancia levél kopogtatás nélkül beléphettek. Szóval imával, hanggal, énekkel lajtórját állíthattak. Sokat lajtórjáztak, mert sokszor volt rá okuk. A végén úgy belejöttek, hogy szinte repültek, mint a gondolat. Repült a gondolat, de a földön maradt a test. Mindaddig, belesüppedve a tűzhely melletti székbe, vagy a kemencepatka zugába, de múltjukba is, mint Terjékné, Borcsa néni Nógrád megyeiben 88 évébe, amíg elszálltak a lélek és gondolat szélesztő árnyak, és a láng fényében meg nem jelentek a nyugvást hozó lények. Így repültek, száldostak, oldottak, melegedtek az ős nagyszülők és a mai szülék. Volt dolgok, volt tudói, és a volt dolgok mai tudói. Kik nélkül mi sem volnánk tudók, de utódaink se tudósabbak. Ez a kis írás nekik szól, róluk szól. Rigiséges asszonyokról, férfiakról. A népi gondolkodás múltból jelenbe feszülő ívének mindenkori tartóoszlopairól, kiket sem az a bizonyos fekete sors nem tudott elszenesíteni, legfeljebb keményé aszalni, sem a sok tövises helyzet, kötényáztató kötény megrendíteni. Itt tolonganak körülöttem. Nevük ide kívánkozna. Sokan vannak, kit válasszak? Hogy tudja különbséget tenni a lebegőbeszédű, nyílcivi palócok, a gyönyörű magyarságú moldvaiak, bukovinaiak, vagy a követhetlenségig rávéleksző, időtlen emlékezetű somogyiak között? Katyi, Mari, Bori, Zsózi, Ilon, Emera nénik között, kikben olyan felelősségérzet lakik a régi-régiekkel, utánzottakkal kapcsolatban. Öregasszonyok között, kik készültek érkezésemre, füzeteket körmöltek tele elődeik megszokott énekeivel, imáival. Várták, mikor kerül rájuk a sor. Ha nem volt idejük kivárni, üzentek értem. Jöjjön el három fára, hogy elakadó hangjukat megörökítsem. Bár a halál a kapu előtt leselkedett, addig nem engedték be, még egy jóra való becses személy nem rögzítette a sokszor már csak zihálva,
sípolva feltörő utolsó szó hangfoszlányukat. Olyan visszapillantó tükör ez a szintetizáló költészet, amelyben feltűnnek változatos sorsú népünk lelki-szellemi arculatának adott korszakokra érvényes jegyei. Mindez a pogány, keresztény képzelet és tudatvilágot megjelenítő líra lazán összefüggő képsorokban vetül ki, jelképes szürrealista látomásokban, és a középkori vízió irodalom valamiféle népi megfogalmazásának tetszik. Motívumai a 18. századi Memorialison, Bornemissza Péter 16. századi bájoló imádságain át, az Ó Magyar Mária síralomig vezetnek a 13. század végére. Mitikus elemei még távolabbi időkbe visznek, s a szó bűvös erejébe vetett szómágiák világába. Juhász Ferenc Imák apokrif mámorok című írása abból a lelkes fogadtatásból ad ízelítőt, amellyel szellemi életünk legjobbjai a szakrális magyar népköltészet remekeinek felfedezését ünnepelték. Következik Szabó András, Madács díjas előadó művész. Centenáriumi összeállításunkat Erdélyi Zsuzsanna gondolatai zárják Császár Angela tolmácsolásában. Hihetjük talán, hogy a magyar középkor, a kódexkor, a keresztes háborúk kora, az első klastromok kora, vagy még kezdetibb idők, ez imasarjadások földje. És azóta burjánzik, ágazik, virágzik, indázik az ima, mint szívben a titkos szerelem, mint magányunkban a rejtett megváltás, mint mindig megpróbált hitünkben a búvó segítség, mint a létünk köré kövesedő bánatban a hozzáfordulás lehetősége és bizalma. Ez a Krisztus vérével telecsöppent és aranylángokkal megpikkelyesedett imalánc a föld elbajlódók, a földnek hagyottak titkos fohásza, népköltészetté átaranyló, rejtett ígérete. És én, amit mondanék most, annyi csak. Íme hatalmas kincs birtokába jutottunk most. Ezek a legtisztább népköltészetté vedlett imák. Nem csak történeti múltunk, de költészet múltunk. A nép szívéből kitemetődött lángoló arany leletei, erejük, igézetük, tisztaságuk, mint az aranyláncoké és a tiszta csontoké. Íme a nép szívébe temetődött múlt idő kristály koporsója fölnyittatott, s e koporsóban a költészet eleven égő virága van. Nem költészet tete meg sárga hamva, emlékhullák zöld pora. Én népköltészetünk legfénylőbb rétegéhez hasonlónak mondom ezeket az imákat, amikben a nép élt, s amik századokon át népünkben éltek titokban. És szépségük és erejük nem csak tartalmiakban van, de nyelvükben is, mert halván őket oly erővel ráz meg népen beszélt nyelvének gyönyörűsége, bátorsága, tisztasága és látomásossága, hogy költő szívemben ámuldozva és szégyenkezve csak édesdeden mosolyogni, és könnyezni tudok, mert Bartók Béla zene örvényeiben, lángoló látomásaiban ugyanezt találok. Külön-külön is lehet mindegyik vizsgálódás tárgya, de összefüggéseikben láthatjuk élesebben a nép belső világát. Szűkítve a kört, láthatjuk sokat próbált eleink rejtett vonásait. Egy-egy friss eszű öreg megnyilvánulásai révén ezeket nem is olyan régen még érzékelhettük. Még megismerhettük a gyorsan tűnő múlt, számtalan mozzanatát, eleddig nem éppen közszemlére kitett valóság elemét. Jó lenne, ha akadnának még múlt faggatók, és nagy emlékezetű múlt közvetítők,
akik sokszor színesebben, életszerűbben vallanak századunk zűrös, zavaros tegnapjairól, mint a levéltárak ömlesztett adataira támaszkodó okos tudósok. Én minden esetre örülök annak, hogy egyike lehettem ezen hátranéző fürkészőknek, aki most és így köszönheti meg az öregeink sok szép szavát, tudását. Aranyos írgalmas valós,
Estünk zenei közreműködői Petrás Mária, Prima Primissima díjas énekes és szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, valamint zenésztársai Kis Krisztián, Nyéri László, Páncél Kristóf és az Artisius, valamint Prima díjas Szokolai Dongó Balázs. Műsorunk első részében archaikus népi imádságokat adnak elő. Idén lenne 85 éves, de sajnos már 32 éve nincs közöttünk, a 20. század magyar nagyköltője, a József Attila és Szoddíjas Ratko József, akinek a Magyar Művészeti Akadémia 2021-ben Posthumus Honoris Causa címet adományozott. Vers összeállítással emlékezzünk kiemelkedő lírikusunkra, aki a magyarság sors kérdéseit mindig költészete legfőbb témájaként szólaltatta meg. Ratko József verseit Lukács Sándor, Kubik Anna, Szabó András, Császár Angela és Bálint Márta színművész előadásában halljuk, majd archaikus népi imádság és Szent István ének következik Petrás Mária és zenésztársai előadásában. In memoriam, Illyés Gyula. Hát, eddig tartott. Eddig tartott. Eltűnnek a földben az arcok, a szív alakúak. A széles csontú fejeket megszedi a varjú. Kár értünk, évelő dühünkért, kár gyönyörű futó tüzünkért. Csillagként forduló eszünkért, és ezerszer is kár a kezünkért. Úgy kéne a jövőre várni, ölelni, gyereket csinálni, ha nem vetni, ha nem aratni, de megmaradni. Itt maradni. De eddig tartott. Hát eddig tartott. Csitulnak az arcok, a harcok. Se baj. Mielőtt kihaltunk, volt egy-két szép forradalmunk. Tánc. Magyarország temetőföld. Posthumus humus. Történelme soha el nem évülő Prius. Bűnjel itt a csillag is, mert megragyog s lehull. Kard lángol az éjszakában, Attillátlanul. Bűnjel itt minden, halotti anyakönyv a rög, írva benne jó magyar, vad, tatár és török, írva benne arcról arcra minden holtjai, följegyezve ázsiai, európai. Magyarország, temetőföld, toroz és vigad. Holtjaiból kostolót küld szomszédainak. Duna környék szétszóratott éhes népei vagyunk, ma is ama, Székely György vendégei. Magyar olasz láv, mindigre ebhitű pogány. Csürdöngölőt járunk ma is Adi homlokán. Hát mulassunk! Egyiket se gyűlölöm, hiszen én érettem él az is, ki engemet eszen. Magyarország, temetőföld, Posthumus humus. Történelme soha el nem évülő Prius. Életet, aki ha itt vet, húsba vet magot. Holdból bú elő a kisded, jövendő halott. Mégis, hogyha szülni már egy ringyó sem akad, hónom alatt költöm ki a fiacskáimat.
Szerda, csütörtök, péntek. Szerda, csütörtök, péntek, máról holnapra élek. Szalonnával, kenyérrel, csókkal, soha se vérrel. Dologra, rosszra, jóra, napi 24 óra. Ez az örökös törvény, magam minek is törném. Az anyag, nem a lélek szüksége szerint élek. Szerda, csütörtök, péntek, ütemre lép az élet, mint a katonák, bal, jobb, én is szavára hajlok. Ballagok én is, pőre lélekkel a jövőbe. Őrjítő bizonyosság járni ezt a kanosszát, mindig ügyelve, lépve, monoton ütemére. Ó, életem, te áldott, sosem lehet megállnod. Járnod kell, mint az óra ajzott hajszárugója, őrizve balga titkot, amely csak ennyi. Kip, kop, egyforma iker léptek. Szerda, csütörtök, péntek. Ember, fa. Minden emberben fa lakik. Ágaira fészkel a hit, s dalol, mint valami madár, míg le nem üti a halál. Minden fában lélek lakik. Az emeli az ágait, és fészket óv, szélnek feszül, s szenved, már majdnem emberül. Zsoltár. Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak. Egyetlen halott sincs közülük. Fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyerekkel, megöletnek minden halottal. Harmadnapra föltámadnak, mire virradna. Adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtött kínját. Egy ágyon, egy kenyérem, egy ágyon, egy kenyérem, szemünkbe hulló fényben, tétovázó sötétben, szerelem fenyvesében, egy földön, egy hazában, égve, egy formalázban, hidegben, nyári lángban, egyforma szó a szánkban. Torkot fájdító perben, tanúként egymás ellen, homlokod melegében, homlokom melegében, zárva, eleven kőbe, lélekben, összenőve, gyönyörű csecsemünkre, ráhajlunk az időre. Segítsd a királyt, István imája.
Uram. Ne kérd azt, ami lehetetlen. Aki most tanul, tanúnak ne hívd. A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz. Rosszul mérted fel, Ura, az én erőmet. Málhádat tovább nem tudom cipelni. Nincsenek immár csak halottaim. Lenni nem kezdett, s véghetetlen úr, ki markoddal megmérsz minden vizeket, s araszoddal az egeket beéred, ki haragodnak egy leheletével világot fújsz el, csillagot kioltasz, s föld megindul, hegyek hanyatlanak egy intésedre, Uram. Égig érő s hatalmaskodó népeket elejtesz, míg virágoznak választottaid. Vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben. Segíteni ne vesztegelj nekünk, s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat. Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak, és földeinket elcsipegetik, és sóvárognak falvaink iránt, és kiirtanák szülötte szavunkat, hogy dicsérni tégedet ne tudjunk, és minden módon ártani akarnak, tanítsd meg őket, Uram, haragodra. S intsd meg, akik a szent munkát segélik, s hitrehajtott népedet pásztorolják. Örök hálát, hogy tőled várjanak, mert igen gőgösek immár, mintha ők adták volna a földet is alánk. Juttasd eszükbe, ki vagy te, Uram, s kicsodák ők, és tedd, hogy ne legyünk gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, ne legyünk csúfja és játékai, s messzire való maradékaink rút járom alá ne vetessenek. Ámen. Jen, Uram, jen Istenem, mikor ingem teremtél, szent lelked válaszenteltél, szent véredvel megváltottál. Ó, csarom angyalt a fejemhez, ó, csarom angyalt a testemhez. Egy őrizen, egyel iszom, egyel vigye a lelkemet. Krisztus Urunknak megzsendítik-e harangokat, kicsülnek-e az angyalok. Kimegyek-e Kalvári hegyre, látom a te rágodzva, kileveledzve, szent misze felvirágodzva. Beléje ül Szűz Mária, beléje ül
Szent István dicsértessék, menj és földön tiszteltessék, de főképpen nálunk ma, mint magyarok is tapja. Boldogságos tűzanyánknak, mint magyarok asszonyának, feláldoztat hazánkat, szenteltett koronánkat. Kérünk mind a Huda Ferenc Kossuth Díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja nem csak idén, de pontosan a mai napon ünnepli 85. születésnapját. Szeretettel köszöntjük, és nagyon sajnáljuk, hogy nem lehet itt közöttünk, de épp gálaestünkkel egy időben születésnapi este van Kecskeméten, abban a városban, amelyben a Forrás című irodalmi folyóirat munkatársaként családjával együtt élete sok évtizedét leélte. És hát Sándor Györgyöt ismerve, aki azt mondta, hogy telepatikus összeköttetésben vagyunk Amerikával, mi itt kitalálunk valamit, ott meg megvalósítják. Így köszöntsük most innen a Kecskeméten születésnapját ünneplő Buda Ferencet egy nagy-nagy tapssal. Hallani fogja! A most következő vers összeállítást pedig ő maga küldte el műsorunk számára. Kívánjuk, hogy Isten éltesse, és tartsa meg még sokáig, hogy szülessen a keze alatt a most elhangzókhoz hasonló, sok szép, sok megrendítő vers mindannyiunk örömére és a magyar költészet gazdagodására. Buda Ferenc verseit követően gálaestünk első részének befejezéseként ismét archaikus népi imádságokat hallunk és egy gregorián misetételt, Petrás Mária és zenész társai előadásában. Himnusz haza. Füziéknek, Áginak és Lacinak szeretettel. Homok haza. Szíkföld haza. Múltam és jövőm halmaza. Édes gyümölcsel éltető, a szúföldön fűvön tengődtető. Körös körül kinyílt egek, hová legyek, mivé legyek? Hátul pogány,
s pogány elől, jobbról Bizánc, Bécs bal felől. Utak pora, Szígföld sara, kék hajnalok gyöngyharmata, holdudvarát söpörgető, forgószelet sodorgató homokvilág, homok haza. Emlőd, ölet, horpad, dagad, tulajdon kölyked megtagad. Sejemtül fátylat lengető, sajgó csontot melengető, tűzzel, faggyal keresztelő. Szúr, vág a szél, akár a kés, száraz vihar, homokverés, vércsét, galambot röptető, hörgőt, tüdőt kiköptető, aszály, eső, köd, zúzmara, te hívsz haza, te szívsz haza. Horpad, dagad, emlőd, öled, hol van hazám te kívüled? Két vállamig fölé ragaz, hagynálak itt, belém szakadsz. Napot kié, éjet kié, magzatvető méhet kié, akácgyökér, kormos falak, szétpergő gyöngy, zöld réssalak, csatok, paták, törött cserép, veszett csaták, pörös cserék, mind fölfalod, mind elnyeled. Mi lesz velük? Mi lesz veled? Rakosgatok félig vakon, bronztű, sisak, üres flakon, lút, lókoponya, lúd melcsontja, törött mondat, kettős pontja, ami lend volt, itt van felül. Mind az egész összevegyül. Kő, nyílhegyek, kengyelvasak, töltényhüvely, teljes tasak, kondorszakál, mongolredő, türk álkapocs, trák fejtető, sváb hetede, rác harmada, egybeszakad, jász, szarmata, birodalom és gyarmata, gót, hún, görög, bolgár, kabar, tót, kun, török, alán, avar, örmény, olá, tatár, zsidó, meghódított és hódító, itt fortyog a fél kontinens. Minden csontunk ambivalens, és örvénylik, és kavarog, magyarok, vagy nem magyarok? Kell rá hitel? Van rá hitel? Ki dönti el? Mi dönti el? Szök haj? Sas orr? Szálkás bajusz? Ítélj, ha mersz! Dönts hát, ha tudsz! Bécs bal felől, jobbról Bizánc, szánlak Tiborc. Nagy úr, te szánsz! Körös körül kigyúlt egek, mivé lettem, hová legyek? Mi vagy te föld, homokhazám, katlan, huta, kohó, kazán? Napot kié, éjet kié, magzatvesztő méhet kié? Ki volt előbb, ki jött utóbb? Melyik konok földön futód, kié a nyög, kié a konc? Ki az, akit szívedre vonsz? A telepest, az itthonost, a fegyverest, az ostorost? Válasz nincsen, csak állapot. Krumplit kapálj, tarts állatot, kerék inog, tengely törik, mindig a védtelent ölik. Mindegy, morogsz, rísz vagy kacagsz, gürcölj, míg csak belé szakadsz. Fát vágj, befűcs, füvet kaszálj. Köd, zúzmara, eső, aszály. Múlt hantja, jövő torlasza. Szígföld haza, homok haza. Gyertyám leég előbb-utóbb. Fiad vagyok. Földön futód. Rád lelek.
elvesztelek. Arcomba új makacs szelek kérdőre von, nekem szegül, megvallat könyörtelenül. És én csak hebegek, dadogok. Dűlőiden elindulok, lesvén, ahogy göröngyeid fölisszák Isten könnyeit. Szitogatom. Szitogatom az őszi lángot. Sziporkát vetnek a szilánkok, ám a forgács parazsa vékony, melege múló, illanékony, a réginek csak röpte mása. Elég tán a meg nem fagyásra. Játszik. Gondjaiból bárki se látszik. Az ember olykor elkomázik maga feletten ezzel-azzal, székrekedéssel, szívpanosszal, és már-már alig is veszi észre, játszik, mikor mi esik kézre. Fonákhelyzettel, pillanattal, titkon növekvő daganattal, bukfenceket vető szavakkal, reménnyel, rezgő szalmaszállal, a halkan settenkedő halállal, képzelt s valódi sorsveréssel, kisgyerek a nagy konyhakéssel. Új év 1951. Vörös téren víg az ünnep, vonul a nép mindenünnen. Vörös katonák ügyelnek, vígandalol vén s a gyermek. Sztálingóznak a hópelyhek. Bolond nóta. Hínár iszap telítve a holtág, elfeledte rég a folyó voltát. Eleven víz helyett csak morotva, apadozik bűzzel bugyborogva. Hely, amikor úgy hittük, hogy jó lesz, sok kis érből hömpölygő folyó lesz. Adtunk bele vért, vizet is bőven, s taposunk egy sáros tekenőben. Fehérül a fiaim szakálla, az enyém meg hullong a pusztába. Törődöm is azzal a szakállal, nő belőle ezüst árvalányhaj. Hely! Hely, fényes út! Hely, körbe út! Hány kacskaringó a tejút? Ki az, ki annak nekifut? És hol ér véget a tető? Egy csillag madáretető. Mit szívsz, ha nincs már levegő? És mire ülnek az angyalok, ha minden csillag lepotyog, és a mindenség hűlt helyén lesz egyetlen fekete lyuk? Mire jut, aki oda jut? És kinyit rá majd egy új kaput. Fogadd el. Könyvek, újságok, jegyzetek, gyógyszerek, stabil társaság. Szétzilált céduláimon töredékek az életem, és nem tudom, mi lesz még velem. Lesz-e? Lehet még valami? Vagy letörök, mint az odvas ág? Néha furcsa ezt hallani hason felől, a sztómazsák szörtyögve színig megtelik. Üríts! Ragasz, üríts, ragasz, töröld le, dobd ki, mosd kezet, és aludj. Vagy töpreng reggelig, s fogadd el már, hogy nem vigasz,
s hogy némi dolgod is akad, hisz dülöngő betűit felől még hiányzik egy-két ékezet. Hunyorgó, dereng, borong, s te kutyaszemmel hunyorogsz a furcsa jövőbe, hisz rég kiderült, mi az ember, s mind tömörül, csorda belőle. Pásztáltod a roncs mennyezetet, tágul erés szabadabbra, a szó, ha talál, előbbre vezet, a többi csak abrakadabbra. Nyűjt hitedet, bár lefokoztat, s vetnéd tova, mégsem ereszt el. Hát, fürkészed a jót meg a rosszat, hunyorgó, vén kutyaszemmel. Tűnődve, szótlanul, belebámulsz a mulandóság füst pászmáiba. Egyszer talán elcsitulnak a háborúságok, a tisztátalan gonosz lélekkel megszállottak eszükhöz térnek, s a fájdalom is megszelidül. Többé már nem vicsorít, csak csendben mosolyog. Lám, ezt is kibírtad. Hát, ne panaszkodj, ne sopánkodj, amíg a gyertya ég, amíg világol. Leng, leng. Leng, leng az egek ablaka. Túlnan ül Isten egymaga. Tűnődve némán kémleli, miót művelnek ott alant okos szép teremtményei. Mit ültetnek, mit írtanak, mint raknak föl, majd rontanak fészket, fatornyot, kőfalat. Egymást mint ölik, s ölelik, míg földi létük letelik. Jótot mutató szentek,
könyörögjetek érettünk, ihletet adó szentek, könyörögjetek érettünk, fényt adó szentek, könyörögjetek érettünk. Yeah.